Sziasztok, üdvözöllek a csatornámon! Ismét egy stúdió vloggal készültem nektek. Ebben a videóban nem lesz olyan nagy izgalmas dolog, igazából most csak rajzolni fogok többnyire, illetve meg szeretném tervezni az augusztusi hónapomat, és tudjátok, nekem van ilyen kis tervezőm, számomra ez nagyon fontos, mivel most már megrendeléseket is készítek, illetve minden nap szeretnék gyakorolni, hogy fejlődjek, mert nekem ez eddig segített. Erről már készítettem egy videót, ha még nem láttad, akkor nézd meg. De most egy saját ilyen tervezőt szeretnék csinálni, amit én tervezek meg, én rajzolok meg, és ebben tudok majd ötleteket rakni. Ha érdekel titeket, maradjatok velem! Egy videómban említettem már, hogy az egyik kedvenc rajzeszközöm az a Milánnak a torradírja, ami egyébként nemrég fogyott ki, és nagyon szuper, hogy lehet hozzá venni csak maga a radírt, amit beletölthetsz. Ezzel spórolni is lehet, nem kell az egész tollat újra venni, plusz nekem egy ilyen radírbetét egy vagy két évig is elég, szóval ezt a tippemet mindenképp meg akartam osztani veletek. Végeztem az augusztusi hónapnak a megrajzolásával, mert tudom majd tervezni. Nem nagyon csináltam még ilyet egyébként, de így nagyon személyre szabottra lehet tényleg megrajzolni, megtervezni a napjaidat, a hónapodat. Csináltam külön megrendelés oldalt, tehát hogy oda fel tudom majd írni a neveket,
illetve külön olyan oldalt, ahol gyakorlási napokat tudok felírni, jegyzeteket, úgyhogy igazából nem egy ilyen nagy dolog, de praktikus. És itt most ez volt a lényeg, kis rajzokkal elláttam, hogy azért mégis lenne egy kis megjelenése, úgyhogy ennek most nagyon örülök, hogy csináltam egy ilyen kis tervezőt, úgyhogy majd augusztusi hónap végén beszámolok róla, ha érdekel titeket, hogy mennyire volt hasznos, mennyire volt a segítségemre, de igazából szerintem biztos, hogy így lesz. Szeretem, ha kicsit rendezett és összeszedettek a napok, hónapjaim. Muszáj, hogy így legyen, mert ez visz előre, de most egy kis pihenés jön, miután itt összepakoltam mindent, mert hát a rajzolás után általában így néz ki az íróasztal, amit láthatjátok. A pihenés alatt még azt értettem, hogy valószínűleg rajzolni fogok most digitálisan. Van egy ötletem, amit meg akarok valósítani. Egy egyszerűbb rajzot megcsinálni, ami majd lehet később matricaként fog majd funkcionálni, még nem tudom. És igazából mára még egy porti rajzot is terveztem, mert arra mostanában nem volt időm, hogy rajzoljak, gyakoroljak porti rajzot. A hétre kéne mindig egy-egy ilyen nagyobb rajz, amit meg kéne csinálnom, és hát ez az én tervem, hogy hetente egy nagyobb rajzot egészség megcsinálni, de mióta elkezdtem a digitális rajzolást, plusz még nagyon érdeklődök a divatrajzolás iránt is, a divatrajzok készítése iránt is, így most egy picit talán hanyagolódott a portrérajz, de nem olyan igazából, mert azon is tudok gyakorolni, hogy a rendeléseket elkészítem, az meg heti egy-két alkalommal megtörténik, tehát nem probléma, csak hát jobb úgy gyakorolni, hogy van egy, tehát nem valakinek a rajzán gyakorolsz, meg próbálsz ki egy új ötletet, egy új technikát, hanem a saját rajzodon. Úgyhogy jön a pakolás és a digitális rajzolás, és utána még ha belefér, akkor egy porti rajzolás is. Vagy legalábbis elkezdem. Szóval másnap reggel van,
tegnap este elkezdtem még a portirajzolást, úgyhogy a vázlatot már megcsináltam. Több remélem nem volt időm, energiám, úgyhogy mára marad a kiszínezése, a befejezése. Igazából van még más dolgom is, de mára még ezt gyorsan megcsinálom, úgyhogy tartsatok velem, és színezzünk együtt!